Egyik versének gondolata jutott eszembe a mai nap, a Nemzetközi Gyermeknap kapcsán. Édes átok, utolsó napig és hajszálig gyermekszemmel nézni a világot. És valóban, elnézve ezt a sok boldog kisgyermeket, tele bizakodással, tetrekészséggel, őszinteséggel, hittel és vágyal, nem kívánhat ennél többet egyetlen felnőtt sem, mint sem megtartani ebből, amit csak lehet egész életünkön át. Nagy örömmel jöttem ide Egervára. Igazán csodálatos ez a zalai település, és méltán lehetnek büszkék két olyan épített örökségükre, mint az 500 éves templomuk, valamint ez a gyönyörű reneszánsz várkastély, melynek látványa lenyűgöző. Az év minden napján büszkék vagyunk a gyermekeinkre, a sajátunkra, vagy éppen a családunkban felnövekvőkre, a szomszéd kisfőre vagy kislányra. A gyerekekkel osztjuk meg a múltunk, az emlékeink történetét, és ők jelentik számunkra a jövőt. Ma, a Nemzetközi Gyermeknapon annak ünnepét tartjuk, hogy a gyermek mindenkor az életünk legfontosabb része kell, hogy legyen. Gyakorló édesapaként is mondom ezt.